Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Jala Jászmin Grész vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Döntött a tolnai önkormányzat, visszaadják az államnak a vízi közművagyont. Forgass a földért, 2023-ban jubilál a filmes játék. Adománygyűjtés Bártaszéken, augusztus 31-éig várja a felajánlásokat a gondozási központ. Trükközni próbáltak, lebuktak, baleseteztek, majd azt hazudták, hogy ellopták az autójukat. Visszaadja a vízi közmű vagyont az államnak a tolnai önkormányzat. Erről döntött a képviselőtestület. A megnövekedő energiaárak miatt nem tudják finanszírozni a plusz költségeket, így azt a megoldást választották, hogy átadják a feladat ellátását. Ahogy korábban már hírtattunk róla, a vízközmű szolgáltatás áramdíja jelentős mértékben emelkedett. Ez az erő vízközmű ZRT esetében azt jelenti, hogy mi 2021-ben 360 millió forint szolgáltatáshoz kapcsolódó áramdíjat fizettek ki, ebben az évben 1,2 milliárd forintra növekedett. A fenntartó 51 önkormányzatnak döntenie kellett, ki gazdálkodja-e a megnövekedett költségeket, vagy visszaadja a közművagyont és ezzel a szolgáltatási kötelezettséget az államnak. Ez minimum 200 millióra az idén felcsúszott, és akkor még csak a 22-es évről beszéltünk, 23-as és a jövőbeni évekről nem. Mondta Alpershofer Ágnes polgármester. Ennek tudatában talán az a döntés született, hogy a város lemond tulajdonosi jogáról. A jelen helyzetben ez a legoptimálisabb megoldás, mondja Tolna polgármestere. Igaziból mi ebbe pénzt, mondom, alig-alig, de jellemzően inkább nem tettünk hozzá. De mégis lemondani egy vagyonról, az egy nem könnyű döntés. Az előbb korábban már jelezte a város felé a tavalyi év végén, hogy idén többszörösére nő majd a szolgáltatási díj, így a helyzet nem érte váratlanul a döntéshozókat. A Alpershofer Ágnes abban bízik, hogy konszolidálódnak az energiaárak, mert ellenkező esetben más területeken is jelentős korlátozásokat kell majd bevezetni. Minden eddiginél szigorúbb és átláthatóbb rendszert hoznak létre az uniós pénzek felhasználására és az uniós közbeszerzések ellenőrzésére, mondta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter kedden. A tárca vezető sajtótájékoztatóján kifejtette, hétfő éjfélig kellett a magyar kormánynak választ adni az Európai Bizottság kérdéseire a költségvetési kondicionalitási eljárásban. A technikai szintű tárgyalások még most is folyamatosan zajlanak. Az a reményünk, hogy a kondicionalitási eljárás lezárható, és hogyha lezárás megtörténik, akkor miután a technikai egyeztetéseken gyakorlatilag túl vagyunk, akkor a helyreállítási alap és a 7 éves költségvetés magában foglaló megállapodás is aláírható. Bízunk benne, hogy az a konstruktivitás, ami az elmúlt egy hónapban a bizottságot jellemezte, ezt követően is fennmarad. Növelnünk kell Magyarország energia szuverenitását, kordában kell tartani az egyre emelkedő energiaárak hatását, és meg kell védeni a rezsicsökkentést, sorolta Palkovics László miniszter az ország energiabiztonságával kapcsolatos teendőket hétfőn. A technológiai és ipari miniszter úgy folytatta, gondoskodni kell a növekvő energiaigények kielégítéséről, energetikai rendszerünk korszerűsítésével hozzá kell járulnunk a gazdaság az ipar fejlődéséhez. Hozzátette, továbbra is szem előtt kell tartani a zöldítési és klímasemlegességi célokat. Számos hasznos eszköz áll rendelkezésre ahhoz, hogy választ lehessen adni ezekre a kihívásokra, mondta, ezek közé sorolva a hazai energiatermelést és annak növelését. 10 éves évfordulóját ünnepli jövőre a Forgass a Földért elnevezésű filmes játék. Kindl Gábor versenyigazgató tervei szerint nagyszabású programsorozattal készülnek a környezettudatosságot központba helyező nemzetközi kezdeményezés új évadában. A részletekről sajtótájékoztató keretében számolt be a szervezőbizottság. Amit ez a játék nyújt, ez bebizonyította azt, hogy van értelme, van értelme csinálni és erősíteni. Mondta Kindl Gábor, a Forgass a Földért kezdeményezés kitalálója. Véleménye szerint a világ számos pontján a fiatalok értik a környezettudatosság fontosságát, és szívesen foglalkoznak a népszerűsítésével a film eszközén keresztül.
meg kell hozzá csinálni a megfelelő felhajtást, hogy ugye eljusson az emberekhez, hogy ez egy világon egyedülálló játék, amit most már ebben a témában 10 éve játszunk, 2023 tavaszán lesz a világjáték, ami is hát lényegesen nagyobbra szeretni, monumentálisabbra megcsinálni, mert a szakma mögöttünk van, tehát a filmszakma mögöttünk van, tehát az azt jelenti, hogy ők szinte bárki adja a nevét hozzá, hiszen tudja, hogy miről van szó. Jerzy Vencel, Szabó István, Mag Károly, Jancsó Miklós, csak néhány név, akik az elmúlt 10 esztendőben a játék mögé álltak. A program lényege, hogy 24 óra alatt kell bármilyen eszközzel filmet készíteni a megadott témában. A jubileumi évben több helyszíne is lesz a játéknak. Magyarországon Győr, Budapest és természetesen Szekszárda biztosan csatlakozó városok, utóbbi ez év októberében ad helyet a rendezvénynek. A szervezésbe ismét bekapcsolódott a Pécsi Egyetem szekszárdi kara is. Ez a program gyönyörűen igazolja, bizonyítja, hogy a fiatalok, az új nemzedék, a digitális kultúrában felnövő tinédzserek rendkívül fogékonyak, egyfelől az új technológia lehetősége irányában, a vizuális történetmesélés nagy mestereivé válnak, másfelől fogékonyak a globális problémák irányában is. Ilyen globális probléma, a globális klímaváltozás, azok a környezeti problémák, amelyek hát tulajdonképpen felülelik a mindennapjainkat. A jubileum tervezett programsorozatában októberben New York ad helyszínt a legsikeresebb filmek bemutatójának, de a tervek szerint Cannes is helyet kínál majd a legjobban sikerült alkotásoknak. A háborús gazdasági környezet és az extrém aszályhelyzet rendkívül súlyosan érinti az agráriumot. Ezt mérlegelve a vidékfejlesztési program keretében támogatott beruházásoknál a foglalkoztatás szinten tartásához kötődő jogkövetkezmény enyhítéséről született döntés, ismertette az Agrárminisztérium hétfői közleményében. A támogatások segítségével megkezdett projektek megvalósítása a kedvezményezettek részéről hatalmas erőfeszítést igényel, írták. A vidékfejlesztési program 2015. évi elfogadása óta a beruházási támogatásokat elnyert vállalkozásoknak kötelező a foglalkoztatást legalább szinten tartani. Mivel a munkaerőpiaci és az aszállyal sújtott gazdasági helyzet jelentős kihívás a gazdaságok számára, minden érintett felhívás módosul. Vagyis a támogatástól történő elállás nem következik be automatikusan, az irányító hatóság az egyedi körülményeket és az elmúlt időszak egyes vállalkozásokat érintő gazdasági hatásait figyelembe véve mérlegel majd. Konyhai eszközöket és az iskola kezdés előtt új vagy használt, de jó állapotú tanszereket is gyűjt a Bátaszéki Gondozási Központ. Az akciónak köszönhetően számos család válláról tudnák levenni a terhet, mondja a szakmai igazgatóhelyettes. A szervezet augusztus 31-ig várja a felajánlásokat. Füzetek, ceruzák, radír, vonalzó, többek között ilyen papír és írószereket is gyűjtenek a Bátaszéki Gondozási Központ munkatársai. Az iskola kezdéshez szükséges eszközök beszerzése sokszor elérhetetlen a nehéz helyzetben élő több gyerekes családok számára. A felajánlott jó állapotú tanszerekkel nekik segítenek azok, akik odaadományozzák a már nem használt iskolaszereket. Itt mindenféle új vagy használt, de jó állapotú zsírkréta, körző, ceruza, füzet, iskolatáska, tiszta állapotban nyilván, úgyhogy ezeket is még várjuk sok szeretettel. Ezek a poharak, tányérok pedig már egy újabb gyűjtési akció termékei. Tavaly évben szervezte meg a gondozási központ először a konyhai felszerelések gyűjtését, ugyanis a COVID időszak alatt sok hátrányos helyzetben élő család jelezte, hogy hiányoznak a háztartásából eszközök. Az első akció olyan sikeres volt, hogy fél óra alatt elfogytak a termékek, így most is várják a segítő szándékú emberek felajánlásait. Tulajdonképpen bármi jöhet, tehát a befőttes üvegtől, a szitán keresztül, a szűrőig, kanalak, tányérok, edények. Az a lényeg, hogy tiszták és viszonylag azért jó állapotúak legyenek. A háztartási felszereléseket augusztus 31-ig várják a központ munkatársai, hétfőtől csütörtökig 8-tól 4-ig, pénteken pedig 2 óráig. Az iskolai tanszerekre pedig folyamatosan szükség van a tanév alatt, hiszen ezek fogyóeszközök. Nagyon sok intézkedés támogatás segíti a magyar családokat a tanévkezdés idején, emelte ki a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke.
Kardosné Gyurkó Katalin kifejtette, a családok a tanszervásárlásnál szembesülnek az emelkedő árakkal, és ott, ahol több gyerek van, illetve egyedülálló a szülő, még nehezebb a tanévkezdés. A mostani drágulás és a szomszédos országban zajló háború okozta helyzetben is segíti a magyar családokat, a kormány mondta. Kiszámíthatóan, tervezhetően készülhetnek az idei tanévre, emelte ki a NOE elnöke, aki szerint fontos, hogy a kormány hamarabb folyósítsa egyebek mellett a családi pótlékot és a nevelési támogatást. Hozzátette, mindemellett az ingyenes tankönyvek és az ingyenes gyermek étkeztetés is segíti a családokat. Balesetet okozott, majd elhajtott a helyszínről egy őcsényi pár Szekszárdon. Még hamis bejelentést is tettek a rendőrségen, miszerint valaki ellopta az összetört autójukat. A rendőrök rövid időn belül rájöttek, hogy valami nincs rendben az üggyel. Rendőrségi fotón a teljesen összetört oldalú autó. A tulajdonosa a kép készülte előtt alig egy órával okozott balesetet Szekszárdon. A párja is mellette ült, nem álltak viszont meg, elhajtottak a helyszínről. De ezzel még nem ért véget az álmokfutásuk, miután a kocsijukat leparkolták, levették arról a rendszámot és hazamentek, majd felhívták a rendőrséget és azt mondták, valaki ellopta a járművet. Kollégáim azonnal a helyszínre mentek és meghallgatták a bejelentőt, azonban észlelték, hogy valami nem klappol a történetben. Ezt követően a bejelentőt, illetve élettársát is lekérték a nyilvántartóból, és kiderült, hogy egy órával korábban őket a Tesco parkolóban igazoltatták. A két hamis bejelentést tevőnek ezért több szabálytalanság miatt is felelnie kell hamarosan. Számtanúk ugyanis látták, ahogy a baleset okozása után leparkolták az autójukat, majd kiszálltak belőle és egyszerűen elsétáltak a helyszínről. A kollégáim miután a két esetet összetették, azonnal rájöttek, hogy az autót nem lopták el, hanem a járművezetője így próbált kibújni a felelősségre vonás alól. A bejelentőt valótlan bejelentés miatt jelentették fel, míg a járművezetőjével szemben baleset okozása miatt, valamint engedély nélküli vezetés szabálysértése miatt is eljárást indítanak a szekszárdi rendőrkapitányságon. A két trükköző tehát hamarosan bíróság elé áll. Véghajrájába ért a nyári diákmunkaprogram, a teljes keretösszeg a fiatalok SZIA mentes foglalkoztatásában hasznosul, közölte a Technológiai és Ipari Minisztérium. A kormány a nappali tagozaton tanuló 16-25 évesek szünidei munkavállalását támogatja. A diákok júliusban és augusztusban dolgozhatnak önkormányzatoknál, a turizmus vendéglátásban vagy a mezőgazdaságban. A minisztérium az eredetileg 2 milliárd forintos keretösszeget július elején csaknem másfélszeresére emelte. A rendelkezésre álló forrás mennyiséget csaknem 4500 munkaadó mostanra szinte az utolsó fillérig lekötötte, mintegy 26500 fiatal foglalkoztatásához. A kormány a nyári diákmunkaprogrammal mostanáig mintegy 270 ezer fiatal hasznos és kifizetődő vakációs időtöltéséhez járult hozzá, összesen 27 milliárd forinttal, olvasható a közleményben. Az elszármazottaknak szervezett találkozót a Mucsfáért Egyesület, az eseményre csaknem 300 vendég érkezett. A program során többek között átadtak egy életfát, amely a székelyek, felvidékiek és németek békés együttélését szimbolizálja. Megtelt a sportpálya melletti terület Mucsfán, több mint 300 elszármazott tért vissza a településre. Ugyanis a Mucsfáért Egyesület az önkormányzattal együttműködve első alkalommal szervezett találkozót számukra. Ünnepi programunk kezdődött egy szentmisével. Azután következett egy amatőr festő kiállítás megnyitója, régi képek kiállítása a kultúrházban, és a régi tablók kihelyezése a kultúrházban. A délután során átadtak egy életfát is, amit szintén egy Mucsfáról elszármazott lakos készített. Mindez adományokból jöhetett létre. Az emlékmű a székelyek, felvidékiek és németek békés együttélését szimbolizálja. Az eseményen Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke is részt vett. Ebben a forgatagban emlékezünk felvidékiekre, kitelepített németekre, bukovinai székelyekre, hiszen a történelem viharában különböző népeket, különböző korokban, különböző helyzetekben ide sodort erre a helyre a történelem vihara.
A program hátra lévő részében a szervezők megvendégelték a lakosságot és az elszármazottakat. Regionális híreink következnek. Első pécsi egyházmegyei családi fesztivál megnyílt a Rózsakert Pécsen, a püspök megáldotta. Magasabb működési költségi jegyár emelés új évad a pécsi Bábszínháznál. Versengtek a földművelők szedelkényben, parasztolimpiát tartottak a baranyai településen. Kovász elnevezéssel megtartották az első pécsi egyházmegyei családi fesztivált. Az esemény keretén belül megnyitották a 2010 óta zárva tartó Rózsakertet. Kulturális és turisztikai szempontból kiemelkedő a kert felújítása. Még 2016-ban egy kormányzati pályázat keretén belül valósult meg. A pécsi székesegyházi ünnepies köszöntő után a bizonytalan időjárás miatt a Rózsakert megnyitóját a Domkötárban tartották. A szakrális helyszínen Felföldi László pécsi megyés püspök megáldotta a teljesen felújított kertet. A Rózsakert a Szent Péter és Szent Pál székesegyház közelében a pécsi egyházmegyei könyvtár szomszédságában található. Gazdag történelmi múlttal rendelkezik. Kegyelmedet kérjük tehát, Urunk, a Rózsakert felavatásakor, hogy itt minden a szabadidőt és a szellem felüdülését szolgálja, a test és a lélek egészségének megerősítésére. Kulturális és turisztikai szempontból kiemelkedő a kert felújítása. Még 2016-ban egy kormányzati pályázat keretén belül valósult meg. A legnagyobb ebben a Rózsakertben, hogy hát ez Pécs történelméhez kötődik, tehát ez egy nagyon ősi hely, nagyon ősi terület. Nyilván a feltárások is előhozták azokat a dolgokat, amik megalapozzák ezt, és tudom, hogy sok-sok ember, sok-sok család szívében is jelen van, és így egy kicsit a város természeti szépségéhez, park világához tudtunk hozzáadni. Az időjárás megenyhült, és már is benépesült a Rózsakert, melynek angol parkjában a kert elnevezéséhez és a műemléki helyszínhez alkalmazkodva a rózsavirágok kaptak hangsúlyt. A látogatók pedig már is birtokba vették a helyszínt. Az augusztus 20-ai Kovász elnevezésű első pécsi egyházmegyei családi fesztivál programjait a Rózsakerttől a püspöki palotáig a pécsi egyházmegye turisztikai csoportja tervezte meg. Annyira gyönyörű tereink vannak, és nagyon jó lehetőségeink, és püspök atya is nagyon nyitott volt rá, hogy ezeket a tereket berakjuk, így a koncerteket be tudtuk hozni a püspöki palotába, a Domkőtárba, a gyerekprogramokat a püspöki kincstárba, a Magtál látogatóközpontba, és aztán az idő kegyes is hozzánk, mert minden helyszínen minden megvalósulhatott. Kicsik és nagyobb gyerekek is kipróbálhattak számos játékot, különböző foglalkozásokon vehettek részt. Többek között kézműveskedtek, origamizhattak, népi játékokkal ismerkedhettek, de volt itt ugrálóvár, robotika, elektronika, íjászat, családi játék. Elindult az új évad a pécsi Bóbita Bábszínháznál. Működésükre azonban a jelenlegi gazdasági helyzet rossz hatással van. A megugró alapanyag árak, energia árak mind szűkítik a színház lehetőségeit. Ráadásul nem tudni, hogy mekkora pályázati támogatást nyernek, így óvatosan terveztek a Bóbitában. Beljebbül, mint egy 18 cm. Közös fotó készül a pécsi Bóbita Bábszínház színészeiről, munkatársairól. Évadnyitó társulati ülést tartottak augusztus 22-én. Minden évben kérdéses a finanszírozási háttér. Idén az árdrágulás tovább nehezíti a helyzetet, mondja az igazgató. Most úgy látjuk, hogy december 31-ig biztosított a működésünk. Természetesen vannak olyan dolgok, ami mindenkit érint, és senki nem tudja igazából, hogy mit hoz a jövő energiaáremelés, egyáltalán az áremelkedés. Tehát azt látjuk mi is, hogy akár faáruban, tehát a műhely munkánál, hogy milyen hihetetlen módon többe kerül az a dolog, amit meg kell vennünk egy előadáshoz, mint tavaly. Ezért sem terveznek sok új előadást, hiszen azokhoz új bábok, díszletek is kellenek, ez pedig sokba kerül manapság. A jegy és bérlet árakon emelniük kellett a most induló évadban, mondja Sramó Gábor. A jegyáraknál ilyen 15-20% körüli, tehát most 1500 forint lesz a rendes belépő a nagyterembe, 1200 a csecsemőre, eddig 1000-1250 forint volt. A bérlet is tulajdonképpen ennek az arányába emelkedik,
Tehát ez szerintem azért még belefér, tehát hogyha más szolgáltatásokat, árakat megnézek, tehát szerintem ez egy elviselhető. Nem akartok sokat emelni, hogy jöjjenek a nézők, de növelniük kell a bevételt, hogy működni tudjanak, mondja a direktor. A pénzügyi bizonytalanság abból ered a Pécsi Bábszínháznál, hogy nem közvetlenül önkormányzati tulajdon, hanem a zsolnai örökségkezelőhöz, a város kulturális cégéhez tartozik. Így nem kap közvetlen állami támogatást minden évben, erre pályáznia kell. Ezért nem tudják, mennyi pénzből és meddig kell gazdálkodniuk a Bóbitában. Idén 750 éves Szederkény, a helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatokkal közösen augusztus 19-e és 27-e között színes kulturális, gasztronómiai és sportprogramokkal ünnepli a jubileumot. Nemzeti ünnepünk délutánján hagyományteremtő szándékkal rendezték meg az első szederkényi parasztolimpiát. A jelenleg 1800 főt számláló Szederkény komoly múltra tekinthet vissza. A baranyai település első írásos emlékei 1272-ből származnak, így idén komoly jubileumhoz érkezett a falu. A 750 éves évfordulóra színes programsorozattal készültek a helyiek. Nemzeti ünnepünkön, a rendezvény főnapján már reggel elkezdődtek a programok. Igazából a mai nap az egy tájház avatással kezdődött, majd egy ünnepi szentmise volt kenyérszenteléssel. Utána jöttünk át ide a Petőfi utca végére a rétre. Itt egy falusi sütő-főzőverseny volt, ennek a zsűrizése megtörtént, és most kezdődött el itt a háttérben a parasztolimpia, ami egy nagyon jó mókás történet. Látható, hogy nagyon sok néző és versenyző részvételével történik a verseny. Az első szederkényi parasztolimpián 5 fős csapatok vettek részt. A versenyzőknek játékos, vicces, de embert próbáló vetélkedőkben kellett helytállniuk. Ez egy új kezdeményezés, mint a neve is mutatja. Sok helyen csinálnak ilyet így a környéken, és nagyon régóta terveztük ezt, és sikerült, segítséget kaptunk úgy a somogyhársadjaktól, mind Szerbiából a bácskatopolyai barátainktól, és ők nagyon sok tanácsot adtak, ebből állítottuk össze a feladatsorokat, és nagyon-nagyon örülünk, hogy már elsőre ennyi érdeklődő van, úgyhogy reméljük, nagyon jó kis vicces buli lesz ez. Régen a munkából sportot is űztek az emberek, kibír többet kaszálni, kibírja el a zsákot. A parasztolimpia ötlete ezt a hagyományt viszi tovább. A feladatokat nem tudjuk, a csapat meg a szerepkény öreg fiúk, hol alakult. Egy-két feladatot hallottunk, gumicsizmahajítás, báladobálás, valami asszonycipelés, talicskába, ilyesmi. Az első szederkényi parasztolimpiát az öreg fiúk labdarúgó csapatából alakult gárda nyerte. Végül mutatjuk főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Döntött a tolnai önkormányzat, visszaadják az államnak a vízi közművagyont. Forgassa földért, 2023-ban jubillál a filmes játék. Adománygyűjtés Bártaszéken, augusztus 31-ig várja a felajánlásokat a gondozási központ. Trükközni próbáltak, lebuktak, baleseteztek, majd azt hazudták, hogy ellopták az autójukat. Szerdán a reggeli órákban többfelé lehet párásság, illetve abból kialakuló szakadozó réteg felhőzet. Napközben várhatóan már a napsütés kerül előtérbe, de változó felhőzet zavarja a napsugarakat. Füllett melegedő időre van kilátás. Délután szerte az országban zivatarok is kialakulhatnak. Este, illetve az éjszaka lecsökken a felhőzet, kitisztul az égbolt. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!